Ez a heti hírmix, az Ultrahang heti nemzetközi hír összefoglaló műsora. Szép húsvétot, Túróczi Rihárd vagyok. Ha még nem iratkozott fel a csatornánkra, hogy arra kérem, hogy ezt most pótolja, ha pedig kíváncsi a világ nagyobb összefüggéseire is, akkor iratkozzon fel az én csatornámra is, Túróczi Rihárdére. A linkjét megtalálja a leírásban. Köszönjük! Az agenci bizpicsénztve Vévnencs Nego lengyel belbiztonsági ügynökség bejelentette, ezt még nekem sincs kedvem mindig kimondani, szóval röviden. Abevu, lengyel biztonsági ügynökség bejelentette, hogy sorozatban végrehajtott házkutatásokat és kihallgatásokat hajtottak végre Varsóban és Tihiben, egy olyan nyomozás keretében, amely orosz kémtevékenységre összpontosított Lengyelországban az Európai Unió tagállamai és intézményei ellen. Az akció során 48 ezer eurót és 36 ezer dollárt, valamint számos elektronikus adathordozót és mobiltelefont foglaltak le, amelyeket az illegális tevékenységekben való felhasználás Szántak. Az ABVO közleményében kiemelte, hogy a nyomozás nemzetközi együttműködés eredményeként valósult meg, különösen cseh partnerekkel koordinálva. Az együttműködés során leleplezték a Kreml által támogatott idézem, orosz párti kezdeményezések és médiakampányok szervezésére irányuló tevékenységeket az EU országaiban. A cél a Kreml külpolitikai célkitűzéseinek megvalósítása volt, beleértve Lengyelország nemzetközi pozíciójának gyengítését, Ukrajna diszkreditálását és az Európai Unió intézményeinek rossz fényben való feltüntetését. A jelentés szerint a tevékenység részeként egy voiceofeurope.eu nevű weboldalt is működtettek, amely orosz párti tendenciájú cikkeket, nyilatkozatokat, kommentárokat és interjúkat publikált az aktuális nemzetközi helyzettel, beleértve Ukrajnával kapcsolatban is. Az ABV szerint a január 19-én lezárult nyomozás során bizonyítékokat gyűjtöttek egy lengyel állampolgár ellen, akit orosz kémkedéssel gyanúsítanak. A cseh polgári hírszerzés is azt közölte, hogy egy Oroszország által szervezett befolyásolási és Fedezett fel, amelynek elsődleges célja az európai parlamenti választások befolyásolása volt, érintve Lengyel, magyar, német, francia, belga és holland politikusokat. A csajtó szerint a leleplezett ügynökök pénzügyi támogatást nyújtottak a német AfD párt politikusainak prágában. A lengyel és a cseh kormány is azt kommunikálja, hogy a céljuk a Kreml által támogatott idézem orosz párti tevékenységek felfedése és megakadályozása volt az Európai Unióban. Az ABV további eljárásokat tervez a következő napokban. A lengyel és a cseh sajtóban megjelenő cikkek azt sugalják, hogy olyan európai politikusokról állítják azt, hogy befolyásolták őket az oroszok, akik jelenleg nincsenek domináns pozícióban Európában, vagyis ellenzékiek gyakran szélsőségesnek bélyegzettek. Miután az orosz választások legitimitását nyugaton és Ukrajnában is megkérdőjelezték, az orosz nyilvánosságban újra és újra előveszik azt a témát, hogy Volodymyr Zelenszky ukrán elnök egyelőre nem akar választásokat tartani, már pedig a mandátum a május 20-án lejár. Az orosz kereskedelmi TV a RENTV műsorában az Izvésztje újságíróinak arra a kérdésére, hogy Oroszország vezetői el fogják-e ismerni Zelenszkit legitim vezetőnek ezután, Szergély Lavrov, orosz külügyminiszter ezzel kapcsolatban a következőket mondta, idézem szó szerint. Ami május 20-át illeti, meg azt, hogy mi lesz május 21-én, először éljük meg azt a napot, lehet, hogy nem kell majd semmit elismernünk. Nem először utalgatnak Oroszország vezetői arra, hogy valamilyen módon akár le is váltanák a vezetést Ukrajnában, illetve az is gyakran téma Oroszországban, hogy más ukrán döntéshozók is eltávolíthatják a hatalomból az ukrán elnököt. Lavrov mondatai még erősebbnek tűnhetnek, ha valaki a legnagyobb angol nyelvű médiumok cikkeit olvassa, vagy éppen megnézi az ukrán elnökkel készült friss interjút. Az szerint Ukrajna nehezített helyzetben találja magát, hogy a tavasz beköszöntével újabb orosz offenzíva készülődik az ország keleti és déli front vonalán. Az enyhébb időjárás és a tavaszi sár idéglenesen akadályozza ugyan a hadmozdulatokat, de ez csak átmeneti megkönnyebbülést jelent. Az orosz fegyveres erők túlerőben vannak, Ukrajna pedig lőszerhiányjal küzd, mivel az amerikai támogatásban lévő politikai padhelyzet és Európa segítsége nem elegendő a szükséges védekezéshez. Az ukrán erőkelőt álló kihívások közé tartozik, az ekonomis szerint a további csapatok mozgósításának szükségessége és a frontvonalak megerősítése, mivel Oroszország arra készül, hogy újra komolyan nekiessen Ukrajnának. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök a CBS news adott egy interjút, és ebben azt mondta, hogy Ukrajna a tél során képes volt ugyan feltartóztatni az orosz előrenyomulást, de a közelgő nagyobb orosz offenzíva kapcsán aggódik, és szerinte ez május végén vagy júniusban fog kezdődni. Zelenszky hangsúlyozta, hogy Ukrajnának sürgősen szüksége van további támogatásra, különösen Amerikából származó Patriot légvédelmi rakétarendszerekre és több tüzérségre figyelmeztetve, hogyha Ukrajnát nem sikerül megvédeni, Oroszország idézem tovább terjeszkedhet Európában és akár az Egyesült Államokat is veszélyeztetheti. A hírmix készítésével egy időben érkezett az ukrajnai kazak nagykövetség üzenete, amelyben felszólították az Ukrajnában tartózkodó kazak állampolgárokat, hogy azonnal hagyják el az Egyesszai és a Kharkovi területet. Érdemben nem részletezték, hogy miért. Az kijelenthető, hogy Kazasztán normális viszony tápol Oroszországgal, és talán logikusnak tűnik, hogy egy komolyabb támadás előtt odaszólnak egyes országoknak az oroszok. Közben úgy a nyugati, mint az ukrán sajtó megjegyzi, hogy az ukrán vezetés késlekedett a védelmi pozíciók megerősítésével és a további katonák toborzásával, hiszen a politikusok nem szívesen vállalták újabb félmillió ukrán férfi behívását. A Bloomberg március 27-én szerdán egy kimerítő hosszúságú anyagot publikált Emmanuel Macronról, és ebből kiderül, hogy több szövetségese, elsősorban az Egyesült Államok vezetésében komolyan kiakadt rá azért, mert katonák küldéséről beszélt Ukrajnát illetően. A francia elnök Európa külpolitikájának irányítására törekszik a Bloomberg szerint, és ezért viselkedik így. Macron az Instagramon közé tett boxolózsákot püfölő képeivel is jelezte, amelyekről itt a hírmixben is beszámoltunk, hogy készen áll a küzdelemre. Még mielőtt ezeket a képeket közzétette volna, már nyilvánvaló volt az új harciasabb álláspontja, amikor nyilvánosan nem zárta ki a csapatok Ukrajnába küldésének lehetőségét. Az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése és Németország gazdasági nehézségei és kormányának megosztottsága miatt Macron magát próbálja Európa külpolitikai vezéralakjává formálni. Az európaiak Érállt az oroszokkal szemben és gáza ügyében. Azonban nem minden szövetségese van meggyőződve arról, hogy ő a legjobb erre a feladatra. A csapatok küldéséről szóló direkt többféle értelmi mondatai azonnali és nyilvános bírálatot váltottak ki a Scholz német kancellártól, és felháborította az amerikai tisztviselőket, akik magánemberként azt mondták a bombáknak, hogy úgy vélik, egy ilyen lépés akár egy összecsapást is kockáztathat Oroszországgal. Macron célja a Bloomberg szerint az volt, hogy Vladimir Putin orosz elnököt találgatásra késztetve tartsa, de az Ukrajnával kapcsolatos NATO tárgyalásokat ismerő tisztviselők szerint ez akár az ellenkező hatást is elérhette. Az, hogy Berlin nyilvánosan kizárta a csapatok küldésének lehetőségét, Macronnak köszönhetően, egyes vélemények szerint eloszlatta a szövetségesek piros vonalainak maradék bizonytalanságát, és az oroszok már tudják, hogy kinek milyen lapjai vannak. Macron kijelentéseit nem tartották különösebben okosnak az operatív biztonság szempontjából, különös tekintettel arra, hogy több ország már csendben jelen van Ukrajnában, most is csak hallgatnak erről. Az afrikai külpolitikai kalandok közül néhány nem érte el a kívánt hatást, Franciaország nehezen gyűjt meg a országait, hogy tűrjék az egykori gyarmati hatalom jelenlétét, és azok inkább Oroszországgal barátkoznak a pucsok után. Érdekes, hogy az orosz Kamerszanta a Bloomberg kapcsán megjegyzi, Macron a háború kezdete óta messze elmarad az Ukrajnának nyújtott összesített segítség tekintetében a szövetségeseitől. A franciák alig küldenek valamit. A kielintézet Ukrajna támogatási nyomkövetője szerint Franciaország kevesebb, mint 2 milliárd euró támogatást ígért Kijevnek, szemben Németország 22 milliárd eurójával. A NATO nem áll készen arra, hogy csapatokat küldjön Ukrajnába, és ezt a lépést nem is tervezi, jelentette ki a lett miniszterelnök nő Evika Szilinya. Hozzátéve, hogy Emmanuel Macron francia elnök javaslata a csapatok küldésére Ukrajnába rosszul volt előkészítve. Szelénye szerint Macron kezdeményezése, amelyről februárban beszélt, mi szerint az EU a 9. koalíciót hozná létre mély csapásokra Ukrajna számára közepes és hosszú ható távolságú rakéták szállítását illetően, nem talált kellő támogatásra a nato belül, és maga Ukrajna sem kérte a NATO tagállamoktól, hogy küldjenek csapatokat. A lett miniszterelnöknő azt mondta, idézem. A csapatokról nem hiszem, hogy ez az iniciatíva nagyon jó lett volna előkészítve, mert a vita erről még nem érett meg. A csapatok küldéséről beszélve úgy gondolom, hogy mi a NATO-ban nem vagyunk készen erre. Ezt egy közös sajtótájékoztató mondta a német kancellára Olaf Scholz a Berlinben. A lengyel RMF Dvágyesec Tere hír Rádió és az orosz TASZ hírügynökség is azt állítja, hogy a lengyel védelmi minisztérium felfüggeszti az ország területén az összes katonai gyakorlatot, miután a különleges erők egy tagja életét vesztette egy hegyi kiképzés során a tátrában kett délután. Az összes robbanóanyagok és harci használatával végzett gyakorlatot a védelmi miniszter döntése értelmében felfüggesztik, áll a védelmi tárca közleményében. A minisztérium a halál körülményeit is vizsgálja. A tátrai incidens az ebben a hónapban megrendezett Katonai gyakorlatok során bekövetkezett ötödik haláleset. A tragédiák között szerepel egy baleset: a Szolárnyban található korábban a 13. légvédelmi rakétadandár területén, ahol két katona vesztette életét. TNT okozta robbanás miatt. Mindkét katona 36 éves volt, az egyik 16, a másik két éve szolgált a hadseregben. Egy másik incidens során a tátrában egy lavina következtében a különleges erők egy tagja életét vesztette hegyi kiképzés során. Mindkét esetet a katonai rendészet vizsgálja az ügyészség felügyelete alatt. A Lengyel Védelmi Minisztérium közleménye szerint a gyakorlatok felfüggesztésére vonatkozó parancs nem érinti azokat a tevékenységeket, amelyeket a külföldi missziókban és műveletekben való részvételre készülő egységek végeznek, valamint az ukrán katonák kiképzésével foglalkozó struktúrákat. A lengyel fegyveres erők illetékesei bejelentették, hogy Adam Marcek dandártábornok tábornok váratlanul elhunyt. Külön megjegyezték, hogy természetes okokból hunyt el és távol a szeretteitől, még azt is leírták, hogy Belgiumban tartózkodott. Ezzel egyidejűleg orosz források az ukrán fegyveres erők egyik állására mért csapás kapcsán kezdték összefüggésbe hozni, mások tábornok hirtelen halálát. Megjegyzésük szerint furcsa, hogy a lengyel hatóságok nem ismerték vagy nem ismerték el az igazságot, ha a tábornok Ukrajnának nyújtott segítség közben vesztette életét. A lengyel zsicsposzpolita szerint Adam Marcek Tandár tábornok a belgiumi Monsban váratlanul elhunyt. Az újságnak a lengyel hadsereg részéről külön hangsúlyozták, hogy a tábornok váratlan halála természetes okokból következett be, de hozzátették, hogy a szolgálati idején kívül történt. Marius Boaschak, akkori nemzetvédelmi miniszter, kinevezte Mácsakot a Strasbourgban található Euró test főmunkatárs helyettesévé. Anatoli Seri, ukrán újságíró arról ír, hogy az orosz forrásai szerint az Andár tábornok Csaszavjárnál esett el, amikor az oroszok odalőttek az ukrán hadsereg egyik tisztekkel teli pontjára. További érdekes egybeesés, hogy az RMF Vázsas egy Téré Lengyel Hírrádió szerint a Lengyel Nemzetvédelmi Minisztérium bejelentette, hogy Jaroszláv Gromadzsinszkit menesztették az Euró test parancsnoki posztjáról, miután a katonai ellenőrző szolgálat eljárást indított a személyével kapcsolatban. Az eljárás Jaroszláv Gromadzsinszki biztonsági tanúsítványával kapcsolatos, ami új információk fényében került felülvizsgálatra. A biztonsági tanúsítvány olyan személyeknek adható, akik képesek teljesíteni a törvény által meghatározott meghatározott feltételeket az érzékeny információk illetéktelen felfedezésének megakadályozására. Gromacsinszkit azonnali hatája visszarendelték Lengyelországba, és a helyére másik tisztet fognak kinevezni, közölte a Lengyel Védelmi Minisztérium. A döntést a Védelmi Minisztérium szóvivője a hazája védelméről szóló törvényre hivatkozva indokolta, amely szerint egy hivatásos katonát el lehet távolítani a posztjáról, ha ellenőrző vizsgálati eljárás indul ellene. Az Euro 6 test, amelynek volt a parancsnoka, egy több nemzetiségű gyorsalgálású parancsnokság. A több nemzetiségű parancsnokság alárendelt erőket az Európai Unió, a NATO és az ENSZ égisze alatt álló műveletekben lehet felhasználni, beleértve a humanitárius és mentési missziókat, valamint a béke megteremtésére és fenntartására irányuló küldetéseket magyaricski tábornok mielőtt az Euró parancsnoka lett volna 2020 júniusában a lengyel fegyveres erők főparancsnokságának tanácsadó koordinátora volt korábban pedig 2018-tól az akkor alakult 18. mechanizált dandár első parancsnoka az SBU, vagyis az ukrán titkosszolgálatok egyikének vezetője, Veszeli Maliuk, az ukrán ICTV-nek adott interjújában utalást tett arra, hogy a szervezete érintett lehet több ukrán és orosz politikus, valamint közéleti személyiség köztük. Élje kíván volt parlamenti képviselő, és Ladlen Tatarszki, Danyeszki katonából lett haditudósító meggyilkolásában és más támadásokban. Máliuk szerint az SBU nem vállalja hivatalosan a felelősséget ezekért az akciókért, de azt elismerte, hogy részt vett Oroszországban található olajfinomi túlzömek elleni csapásokban, valamint a Krími híd és a Fekete tengeren lévő hajók elleni támadásokban is. Emlékeztetőül a Krími hídon először egy autóba rejtett bomba robbant hatalmas erővel, és az azt vezető sofőr vélhetően nem volt tisztában azzal, hogy mit szállít. Kiva halálát egy 9mm-es lövedék okozta, melyet egy újabb lövés követett a fejébe. Tatarski egy robbanóanyaggal töltött szobrot kapott egy nőtől egy közönség találkozón, és ebben a robbanásban vesztette életét. Mellők azt mondta, hogy Tatarski bevezette az ukrán foglyok megerőszakolásának gyakorlatát, ezért idézem: karmikusan megbüntették. Zacherperi lépőnyíró egy akna robbanásában szenvedett súlyos sérüléseket, túlélte, de komoly medence és lábsérüléseket szenvedett, és elvesztette nemi szerveit. A Luganszki Népköztársaság orosz főügyésze, Szergei Garenka, az irodájában halt meg. Az orosz hatóságok többször állították, hogy Ukrajna terrorista állammá vált. A Washington Post úgy tudja, hogy a CIA 2015 óta több 10 millió dollárt költött az ukrán titkosszolgálatok megerősítésére Oroszország ellen. Az ukrán titkosszolgálatok az elmúlt mintegy 20 hónapban több tucat gyilkosságot hajtottak végre az orosz hatóságok szerint, a Duginát is ők ölték meg szerintük az autójába rejtett bombával. Ez az első alkalom, hogy ukrán vezető utalgat arra, hogy terrortámadásokat és merényleteket követnek el. A német Welt elemzése szerint idén Ukrajna védekező pozícióba kerülhet, részben a német kancellár Scholz és más nyugati politikusok döntései miatt. Egyre több jel utal arra, hogy a konfliktust idélenesen felfüggeszthetik. Christoph Schultz a Welt tudósítója szerint a konfliktus 2024-ben legalábbis szüneteltetésre kerülhet. Ő úgy véli, hogy a nyugat gyenge támogatása és Ukrajna védekező állása kulcs szerepet játszhat ebben. A cikkének fő állításai a következők. Anélkül, hogy a konfliktust befagyasztanák, sem Ukrajna, de még Oroszország sem érhet el jelentős sikereket. Idén Ukrajnának nincsenek erőforrásai az elfoglalt területek visszaszerzésére továbbá Oroszország új offenzívájának hatására Kiev pozíciókat veszíthet el. Oroszország 18 helyen próbál áttörni Ukrajna első védelmi vonalán, ahogyan azt kanál is tették, és a második és harmadik védelmi vonalak jelentősen gyengébbek az elsőnél. Ha a szövetségesek nem szállítanak sokkal több fegyvert a lehető legrövidebb időn belül, Ukrajna szeptemberig a német szerző szerint kritikus szakaszba kerülhet. A nyugat teljes mértékben alábecsülte Oroszország katonai képességeit, Moszkvának elegendő erőforrása és globális támogatottsága van ahhoz, hogy évekig folytassa a háborút, írja Christoph Schiltz. A brit fegyveres erők nem képesek Oroszországgal több mint két hónapig harcolni, ha nem kapnak több finanszírozást, figyelmeztetett a brit védelmi erők helyettes vezérkari főnöke, a brit Telegraph szerint. Ez a beismerés akkor hangzott el, amikor Grant Shapps, védelmi miniszter bejelentette, hogy sikertelenül lobbizott Rishi Sunak és Jeremy Hunt mellett a védelemre szánt költségvetés növeléséért. Egy parlamenti bizottság előtti meghallgatáson a brit királyi tengerészgyalogosok egyik magasrangú tisztje elmondta, Idézem, nagyon világosan jeleztük, hogy a jelenlegi lőszerre költött összeg, ami jelentős, nem felel meg minden területen a fenyegetéseknek, amelyekkel szembenézünk. Világosan jeleztük, hogy több pénzt kell költenünk a jelenlegi programon felül, amit integrált légvédelmi rakítálhárításnak nevezünk. Amikor a korábbi illetékes miniszter felvetette, hogy az Egyesült Királyság nem tudna több mint egy pár hónapig harcolni Vladimir Putyinnal egy teljes körű háborúban, mert nincs elég lőszerünk és felszerelési tartalékunk ehhez, ez igaz ugye? Akkor válaszul elismerték, hogy ez igaz. Seppsz azért hozzátette, hogy azt sem szabad elfelejteni, hogy egy ilyen konfliktust a NATO szövetségeseivel együtt vívnának, akik kollektíven túlerőben lennének Oroszországgal szemben, tehát nem egyedül küzdene az Egyesült Királyság. Egy jelentés szerint az Egyesült Királyság egyre túlterheltebb fegyveres erői nem állnak készen egy Oroszországgal folytatott háborúra. A jelentés szerint a kormánynak sürgős reformokat kell végrehajtania a komoly toborzási hiány megfordításához, és jelentősen növelnie kell Nagy-Britannia fegyver és lőszer raktárait. Schwebs azt is elmondta a képviselőknek, hogy az ukrajnai háborúból levon tanulságok rámutattak a drónháború fontosságára, mivel ezek halálosak, de nem kerülnek sokba. Az Egyesült Királyság azt is bejelentette, hogy Lettországgal közösen vezet egy új koalíciót, amely ezreket szállít kamikáze drónokból Ukrajnának a frontvonalakon fokozódó lőszerhiány közepette. Sebsz figyelmeztetett, hogy a klasszikus hadviselés és a lőszer továbbra is fontos marad minden jövőbeli konfliktusban. A Reuters arról számolt be, hogy az európai gazdaság jelentős lassulása mellett, amit az elmúlt időszak legmagasabb inflációja és az orosz-ukrán konfliktus is erősít, számos cég kényszerült munkahelyek megszüntetésére. A Reuters frissítette március 28-án csütörtökön azt a listáját, amely a bezárt vállalatokat és elveszett állásokat tartalmazza, és e frissítés után érkezett a hír a Stellantis cégcsoporttól, ami több európai automárkát foglal magában, hogy 3000 alkalmazott elbocsátására kényszerül. Itt a hírmixben csak néhány jelentős vállalatot említünk meg, amik létszámleépítésekről tájékoztattak a Reuters információi szerint. Az autóiparban például az Autoliv svéd légzsák és biztonsági övgyártó, a Continental német gumigyártó, a Johnson Matthey brit autókatalizátorgyártó, a Michelin francia Oprons gyártó, valamint a Stellantis és a Volkswagen autógyártó óriások jelentettek be jelentős létszámcsökkentést. A Stellantishoz olyan márkák tartoznak, mint a Fiat, az Alfa Romeo, a Peugeot, a Citroën, az Opel, a Dodge vagy éppen a Maserati. A Volkswagenhez néhány más márka mellett az Audi, a Porsche, a Skoda, valamint a megszűnt spanyol Seat márka tartozik. Ez volt az első európai automárka, amely az orosz-ukrán konfliktus kezdete után megszűnt. A kiskereskedelemben és a fogyasztási cikkek piacán is jelentős leépítéseket jelentettek be, többek között nagy európai sörtgyártók mellett olyan cégek is, mint a Kiafo, az Electrolux és a Husqvarna is. Az ipari szektorban a francia Alstom és az indiai Tata Steel hollandiai részlege is százakat bocsát el a Reuters adatai szerint. Az IT és technológia terén több vállalat köztük az IG Group, a Nokia, a Telefonica és a Vodafone is csökkenti alkalmazottai számát. Továbbá számos más cég, mint a Dan Marks, az Air a Barclays, a Deutsche Bank, a Finneste, a Rolls-Royce és a svájci UBS is tervezi az elbocsátásokat. Számtalan kisebb és közepes vállalkozás is csődbe ment, vagy dolgozókat bocsátott el az elmúlt években, különösen Szlovákiát érintette el súlyosan, de ezek a cégek nem szerepelnek a Reuters listáján, mivel nem minden adat gyűjthető össze, és a legnagyobb vállalatok elbocsátási adata is bőven elegendőek a trend mutatásához. Ezekről igyekszünk itt a Hírmixben is mindig beszámolni. A CDF szerint a német gazdaság jelenleg olyan mértékben gyengélkedik, hogy 2024-re csak csekély növekedés prognosztizálható, amennyiben egyáltalán bekövetkezik bármilyen növekedés. Ez ugye Magyarországon azért fontos, mivel a magyar gazdaság szoros kapcsolatba került Németországgal az elmúlt évtizedek folyamán. Ez azt jelenti, hogy Németország gazdasági problémái közvetlenül érinthetik a magyar munkahelyeket is. Németország vezető gazdasági kutatóintézetei mindössze 0,1%-os növekedést jeleztek előre, ami jelentős visszaesés a korábban várt, 1,3-hoz képest, és ez kifejezetten rossz hír a német gazdaság számára. A Financial Times értékelése szerint ennek oka részben a kivitel csökkenése és a belső kereslet gyenge növekedése. A német gazdaság, amely a tavalyi év végén csak Európa második legnagyobb gazdasága volt Oroszország mögött, kulcsfontosságú az EU gazdasági stabilitásában. A német vállalatok és a kelet-európai beszállítók közötti együttműködés sikere szorosan összefügg Németország gazdasági teljesítményével. 2023-ban a német gazdaság 0,3%-kal kisebb lett, ami a globális nagy gazdaságok közül az egyik legrosszabb eredmény. Ennek oka elsősorban az energiárak emelkedése és a nehezített export lehetőségek. A fogyasztói bizalom Németországban jelentősen csökkent. A februári adatok szerint mínusz 14,3 pontot ért el, ami a jövőbeli vásárlási hajlandóság visszaesését mutatja. A német gazdaságot továbbá a globális kereslet csökkenése is sújtja, mivel a nemzetközi vevők Más országok, például Kína vagy az usa termékeit részesítik előnyben az európaiak helyett. Ez részben a magasabb költségek miatt van, amelyek az EU-ban magasabb bérekből, adókból és szigorú szabályozásokból adódnak. Németországban az infláció 2024. februárjában 25 százalékon állt, ami tovább csökkenti a fogyasztók vásárló erejét. Egy korábbi felmérés szerint, amelyről a Hírmixben akkor beszámoltunk, a német bérek vásárló ereje ma olyan, mint amilyen 2016-ban volt. Kína élesen bírálta az Egyesült Államokat és az Egyesült Királyságot az ellenük irányuló állítólagos hacker támadásokkal kapcsolatos rágalmazó vádak miatt, politikai manőverezésnek minősítve az ilyen típusú vádakat. A kínai külügyminisztérium szóvivője Lin Jian kijelentette, hogy az Egyesült Államoknak és az Egyesült Királyságnak abba kell hagyniuk a kiberbiztonság kérdésének átpolitizálását, Kína rágalmazását és támadását, valamint egyoldalú szankciók bevezetését az ország ellen. Az amerikai és a brit hatóságok hétfőn vádakat emeltek, szankciókat vezettek be, és Pekinget egy széleskörű kiberkémkedési kampányban való részvétellel vádolták meg, amely állítólag milliókat érintett. Az Atlanti-óceán mindkét oldalán működő hatóságok APT-31, vagyis Advanced Persistent Threat Group 31 néven azonosították a hacker csoportot, amit Kína Állambiztonsági Minisztériumának egyik karjának neveztek. Lin szerint Kína már korábban is technikai magyarázatokat és válaszokat adott a brit oldal által benyújtott úgynevezett APT-31 információkra, amelyek szerinte világosan megmutatták, hogy a brit oldal által nyújtott bizonyítékok elégtelenek, és a kapcsolódó következtetések hiányoznak a szakmaiságból. Az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság mellett több más ország is hacker támadásokkal és kibertámadásokkal vádolta Kínát, amelyeket az ország mindig tagadott. Új-Zéland kormánya kedden aggodalmát fejezte ki a kínai kormánynak egy államilag támogatott kibertámadással kapcsolatban, amely 2021-ben érte az új-zélandi parlamentet. Az IPT-31, amelyet állítólag Kína állambiztonsági minisztériuma irányít, több mint egy évtizeden átszélzott meg milliókat, többek között hivatalnokokat, törvényhozókat, aktivistákat, akadémikusokat és újságírókat, valamint olyan vállalatokat, mint egy amerikai okostelefonjártó, ami vélhetően ugye az Apple. Az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma szankciókat vezetett be a Wuhan Shai Ruzsi Science and Technology Company és hét kínai személy ellen. Görögországban Larissa városában a rendőrök és a görög kommunista párt által támogatott tüntetők ütköztek össze, akik megpróbálták megakadályozni az Egyesült Államok katonai kadétjainak koncertjét. Az erőszakos tüntetés a West Point Lee Club, az USA Katonai Akadémiájának zenekari koncertje előtt történt, amely jelenleg Görögországban turnézik. A közösségi médiában megosztott videókon és fotókon látható, hogy a rendőrség könyvgázt vetett be a demonstrálók visszatartására a városi színház előtt, miközben a rendőrök több tüntetővel is összetűzésbe kerültek. A amikor azok megpróbáltak bejutni az épületbe. A tüntetés szervezői a görög kommunista párt ellenzi az amerikai csapatok jelenlétét Görögországban, valamint a görög katonai támogatást Ukrajna számára és az ország részvételét a nemzetközi tengeri biztonsági missziókban a Vörös tengeren. Néhány nappal korábban szintén a görögországi kommunisták nekiestek a vasúti szerelvényeknek, amelyeken amerikai katonai eszközök voltak, és minimum összefirkálták azokat, ha nem is okoztak bennük nagyobb kárt. Ahogyan arról korábban beszámoltunk, Szenegál, mint egykori francia gyarmat szintén nehéz időket él át. Az Afrika Intel szerint azonban most a szenegáli ellenzéki jelölt, Bassirudio Diomaye több mint 54%-nyi szavazatot kapott a szenegáli elnökválasztáson, míg a kormányzó koalíció jelöltje, Ba, több mint 35% szavazatra tett csak szert, és itt talán nyugalom lesz az országban. Az elnökválasztáson a szavazók 61%-a adta le a voksát. Bá és a többi 15 elnök jelölt közül többen is már elismerték Fájai győzelmét, és gratuláltak neki valószínűtlennek tűnik tehát, hogy bezzenek az eredmények ellen. Egykori francia gyarmatként nyugati jellemző szerint fennállta veszélye annak, hogy orosz párti pucs lesz ebben az országban is. Ez volt a heti hírmix, az útrahang heti nemzetközi hír összefoglalója. Ha naponta szeretne híreket hallani az ultrahangtól, akkor iratkozzon fel az Ultrahang plus csatornákra. Köszönjük szépen a figyelmet viszont hallásra.